Amikor ez a napló megjelenik, haladéktalanul elviszem a munkácsról származó Ági néninek. Nemrég temette el fiát. Gyászában vigasztalni próbáltam. Ő azonban szomorúan legyintett. A megaláztatás erősebben égetett minket, mint a férfiakat. Én Málke vagyok. Úgy tudtam, ez királynőt jelent. Úgy értünk, mint a legtöbb egyszerű zsidó család Budapesten. 1943. október 17. Szervusz, kedves naplóm! Ma kaptalak anyutól a 14. születésnapomra. Éppen ma egy éven, amikor a 13. szülinapom volt, akkor jött meg öcsi. Azt játszottuk, hogy én vagyok az angol királynő, a többiek meg a lányaim, és nagyon gazdagok vagyunk, és lovagolni járunk, meg kutyákkal vadászni. A Holstein Illyéknek sok könyvük van, és Ili szerette elolvasni az Erdős Röné 3 könyvét. A herceget, a hárfást és a mesztelen táncost. Ez a címük. Olyan jó, hogy ilyen modern anyunk van. Ez azért is lehet, mert ő még nagyon fiatal, alig 33 éves. 1943. december 5. Kedves naplóm! Egy nagyon fontos dologról még be sem számoltam neked. Most utólag, így elgondolva, én is vártam, hogy Éliahu próféta eljön meginni a széderestén neki kitett bort. De én Éliahutól féltem. Az osztálytársaim pedig nem félnek, inkább várják a Jézuskát. Rózsi beiglit süt, és Flódnit is, ami hasonlít a beiglihez, csak még finomabb. Jó lenne, ha öcsit karácsonyra hazaengednék egy kicsit. Vége a téli szünetnek, de nem is bánom, megkezdtem unatkozni. Igaz, volt már egyszer szénszünet, meg biztos lesz is még. Az a jó, hogy közel lakunk az iskolához. Én elkezdtem énekelni a karádi dalát, a hangvadó cigaretta véget, Unbe kante dichter. Anyu azt mondta, az nem is igaz, hogy ismeretlen költő írta volna, mert ő is tanulta valamikor, és akkor az volt aláírva, hogy Heinrich Heine. Anyu szerint Heine zsidó volt. Ezért írják most ismeretlen költőnek. Ma vasárnap van! Anyuval megnéztük a Fekete Pétert. Ajtai Andorral a főszerepben. Hölgyeim és uraim, elnézésüket kérjük. Az előadást nem tudjuk befejezni, mert a németek megszállták Magyarországot. Azt mondják, a zsidóknak most már majd sárga csillagot kell hordani. Az osztályban 10 vagyunk zsidók. 1944. március 28. Nincs már rádiónk. Fel kellett varni a sárga csillagot, és csak abban szabad utcára menni. Nem értem ezt az egészet. Hát aki zsidó, az már nem is dolgozhat. Pontos listát kell leírni arról, amit magunkkal viszünk, és arról is, amit nem tudunk, vagy nem szabad elvinni. Nem kell iskolába járni, mert a zsidó gyerekek nem járhatnak. Azt mondták, hogy aki megkeresztelkedik, azt nem fogják bántani. Így maradt meg a naplóm is. Bennünket, édesanyámat, nagyanyámat, akit Rózsinak szólítok, és végig így szerepel a naplómban is. Pontosan 1944. december 7-én, nem sokkal Budapest felszabadulása előtt, innen indítottak hosszú útra. Minden vagomban 50 embert! De kényelmesen elterpeszkedtetek, mocskos zsidók! Szoruljatok össze, mert másoknak is kell a hely! Harmadik napja ülünk a vagonban. Nekünk csak szalmazsák jutott. Már sötét este volt, amikor anyuval és nagymamámmal, hárman összekapaszkodva kimentünk a csapokhoz. Valami furcsa riadalomra ébredtünk. Mindenki mozgott, szaladgált. A kápok idegesek voltak és oldítoztak. Álltunk már vagy 2 órája az Appelplatzon. Hova előre? Miért nem a barakba? Essünk már túl rajta! A másik oldalon engednek ki bennünket, nem ott, ahol bejöttünk. De a ruhák ott vannak, ugyanolyan sorrendben, mint ahogyan lerakjuk azokat. Furcsa, hogy éppen itt jutott eszembe József Attila, de tényleg, a pokolból a mennyországba kerültünk. Reggel 6-kor ébresztő, kávé. Rózsi maradhat, mint tegnap, mondták. Azt hiszem, ő itt a legidősebb. Ez a kávé egy fekete lötty, de egy kis kenyeret is kapunk mellé. Nem tudom, hogy előttünk voltak-e itt ilyen csíkos ruhás foglyok. Lehet, hogy mi vagyunk az elsők.
Tegnap este együtt mentünk ki anyuval mosakodni. Egyszer csak megszédült, elesett, és úgy segítettek őt bevinni az ágyba. Itt a leves. Kiabálok. Rázom! Állítólag Magyarország már szabad. Az oroszok, akik egyre inkább közelednek, talán épp Magyarországról jönnek. Az utcáról hangok hallatszottak, de nem jajveszékelés, hanem inkább örömújogás. Gatyára vetkőztetett emberek jöttek. Több százan, több ezred, sorokban, két oldalról fegyveres partizánok kísérték őket. Vége a háborúnak! Nem értettem azt sem, amit láttam. És anyu még olyan fiatal volt. A 35. évét sem értem meg. Megkaptam a papíromat. És annak a vagonnak a számát is, ahová majd felszállhatok. Strauss néni és a lánya Ági is jött. Végre együtt utazhatunk haza. Kivel együtt? Persze, hogy elsőnek öcsit keresem majd. De hol keresem? Megyek a Sziget utcai házba. Csengetek Polláképnál, öcsi barátjánál. Már rakja is a tüzet a fürdőszoba kályhában. Melegíti a fürdővizet. Rakott tészta az ebéd. Otthon gyúrt metélt. Ilonka néni lefektet. Ám Viktor János, Karsai Dezső meg a többiek részben a templom épületében mintegy 1500 embert elbújtattak és megmentettek. Tudták, hogy ezzel saját és családjuk életét is kockáztatják. A sok ezer gyerek közül alig százan érték meg a felszabadulást.